Október 14-én nyílt meg a Világ felett című kiállítás, mely egyfajta módon mutatja be a gödöllői művésztelep értékeinek és alkotóinak folytonosságát. Remsei Flóra családja művészeinek, nagyapja Remsei Jenő, édesapja Remsei Iván, saját maga és fia Remsei Dávid alkotásai 5 helyszínen tekinthetők meg a városban. A nagyszabású kiállítás Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat fő eseménye, hangsúlyozta a tárlatok megnyitója alkalmából dr. Gémesi György polgármester. Azt hiszem, hogy talán ilyen szempontból egyedülálló is ebben a térségben, talán Magyarországon is, hogy ilyen hosszan tudnak bemutatni alkotásokat egy családhoz tartozó, egy egyen és ági leszármazotti vonalon közöttünk lévő emberek. Hiányoznak nagyon sokan a Remsei családból közülük, önök is tudják, hiszen itt élték velünk mindennapi életüket. Az életük részét képezték, a gödöllői történelem részét képezték, a gödöllői művészet részét képezték, de talán ezeken az alkotásokon keresztül is tovább élnek velünk, és azokon keresztül is, akik tovább örökítik ezt az alkotási hajlamot, ezt az alkotási képességet, Dávidon keresztül, a következő generáció képviselőink keresztül. A kiállítást Véner Tibor művészettörténész nyitotta meg, aki kiemelte a Remsei család művészettörténeti különlegességét, ami eltér a Bellini vagy Brühl család példájától, hiszen már több mint 100 évet ölel fel egyenes ágon. Gödöllő városa az egyik ilyen, és egyszer s mint legjelentősebb modern kori magyar művész dinasztiát tudhatja magáénak. A Remsei művész család egyik ágának megalapítója az 1885-ben született Remsei Jenő György festőművész, 1909-ben kezdte meg gödöllői működését, és újabb és újabb nemzedékek felnövekvésével és munkásságok kiteljesedésével, napjaikig ível ez az immár művészet történetté nemesedett egyszer, mint jelen idejű művész család történet. A Gödöllői Városi Múzeumban, a Gímházban, a Gödöllői Városi Könyvtárban, a Gödöllői Királyi Kastélyban és a Levendula Galériában látható kiállítás az október 14-i hétvégén ingyenesen tekinthető meg.